1000 fölé emelkedett Kínában a koronavírus halálos áldozatainak száma, és továbbra sem lassul a fertőzés terjedése, jelentette be kedden a kínai egészségügyi minisztérium. A meghosszabbított kínai holdúj évi szünet után sok iroda és üzlet is kinyitott a napokban. A munkavállalók nagy része azonban továbbra is otthon maradt. Nagy-Britanniában a 8 fertőzött beteg közül 5-en kapcsolatba hozhatók azzal a brit állampolgárral, aki egy szingapúri konferencián kapta el a vírust. Ezután egy franciaországi síparadicsomba utazott, ahol másokat is megfertőzött. Egy dél-angliai rendelőt és a hozzátartozó gyógyszertárat pedig ideiglenesen bezárták, mert az egyik alkalmazott tesztje pozitív lett. Az ilyen esetekből van kevesebb a WHO főigazgatója szerint, de minden esetőségre fel kell készülni. Az elmúlt napokban tapasztaltunk néhány olyan esetet, amikor a fertőzöttség úgy alakult ki, hogy az illető nem járt Kínában, mondja a főigazgató. Ennek a kiszámú esetnek az észlelése egy szikra, amiből nagy tűz is lehet, de egyelőre csak szikra. A célunk továbbra is az elszigetelés. Brüsszelben az Európai Unió válságkezelési biztosa azt mondta, hogy csütörtökön ülnek össze az EU egészségügyi miniszterei, hogy megvitassák a teendőket a vírus terjedésének megállításáért. Előfordulhat, hogy mielőtt még jobbra fordulnának a dolgok, talán lehet, hogy egy kicsit még rosszabb is lesz, mondja a válságkezelési biztos. De ez nem fog elriasztani minket, sőt, inkább motiváló erő lesz. Mindeközben a kínai elnök, aki még mindig adós egy wuhani látogatással, maszkot viselt és lázat méretett, amikor pekingi orvosokkal találkozott.